Jó, hagyjatok már na, a kedvenc játékommal játszok éppen, ne zavarjon senki. Talán megjött az új csomagom? Mi a francia kell kicsi dolgokat ekkora dobozba tenni? Na szevasztok, én Alex vagyok, és igen, amint a címből is látjátok, ma nagyon veszélyes gyerekkori játékokat fog nektek megmutatni. Igazából így összerakni, mert a legtöbbet házilag meg lehet csinálni, de egy-kettő van, ami nem házi, szóval így gyerekkori játék volt, amit a boltban lehetett vásárolni, hogy a legtöbb házi. Mi a fasz? De mindenek előtt ebben a dobozban meg kéne nézzük, hogy mire rejtőzik, mert hát nagyon fontos szerepet fog játszani a csatornán. Ez a dolog, ami benne. Ezek a dolgok. Igen, gyerekek, egy brand new kamera! De Alex, neked eddig is volt egy kamerád, például amivel most veszed fel ezt a videót, meg volt egy GoPro-d is, mi a francért kell neked még egy új kamera? Ja, boldog új évet! Amint tudjátok, tényleg van már ez a kamerám, amit lassacskán, de még nem éppen egy éve használok, és az objektív is, ami rajta van, ez a super wide angle, ez a, tudjátok, ez a nagy látószögű. Emellett nekem persze van egy GoPro Hero 6-osom, ami az extrémebb videókhoz kellett, például a bringázás, vagy az úszás, vagy ilyen olyan, tudjátok, nem kell magyarázni, még kell GoPro, meg egy másik objektív, ami messzebb lát és fényesebb, ezáltal szebb és fancybb zenés jeleneteket tudtam csinálni a videóhoz, meg igazából ezzel csinálom az Instagram képeim nagy részét is, szóval ja. És igen, gyerekek, beszereztem egy új kamerát, egy új GoPro-t is, és még egy nagyon szép objektívet. Nagyjából ennek a GoPro 7-nek a képminősége olyan, mint a réginek, de eszméletlenül durva benne a stabilizálás, szóval a bringás videóknál nagyon remélem, hogy jó fog remekelni ez a kicsike, meg van benne hyperlapse, meg timelapse mód, és igazából ez a hyperlapse, amit most láttok, ez egyszerűen nekem nagyon bejön, szóval szerintem fogom használni elégszer, csak jusson eszembe használni. Gyorsan az objektívről is egy kicsikét, ez is majdnem olyan látószögű, mint ez. Ez igazából egy Sigma 16mm-es, ami f1.4, a fotósok értenek inkább ehhez, hogy most mit is mondtam. Ez is elég nagy látószögű, és mivel hogy eléggé fényes, így a hátteret ezzel is nagyon ki lehet venni a fókuszban lévő dologtól. Tegyük fel, az ilyen beszélgetős videókra fogom használni, meg az úgymond reakció videókra, meg az ilyen olyan videóknál, amin úgymond le vagyok ülve, és nem kell sehova se futkarászni, és nem lesz szükség arra a nagyon nagy látószögre, meg értitek? Na de a legeslegnagyobb update. Ez egy Sony A6400-as. Tudjátok, mióta várnak az emberek a Sony-tól erre az update-re, úgymond? Ennek is van, baszki, visszahajlítható képernyője, ami szerintem hát a youtubereknek szinte elengedhetetlen, tehát hogy lássad, hogy fókuszba vagy, hogy mekkora fényerőt kell csinálni. Azt nem értem, hogy ezt a képernyőt miért nem lehetett úgy megcsinálni, hogy oldalra nyíljon, és ezáltal. Szóval a lényeg az, hogy ide járna a mikrofon, és hát ugyebár, ha ide teszed azt a szépséges, jó minőségi mikrofont, akkor eltakarja az egész képernyőd, és érvénytelenné válik ez a visszahajlítható cucc. Csomót frusztráltam, hogy nem tudom, hogy megvegyem ezt a kamerát, de hát találtam megoldást, csak azt is eBay-en kellett rendelni. Amire most bevágok nektek egy képet, hogy miről is beszélgetek, ez a cucc lehetővé teszi azt, hogy egész egyszerűen, hogyha ez a vasdarab ide szépen a szélére jön a kamerának, persze minden gombot úgy hagy, hogy lássad, hogy mit csinálsz velük, és egész egyszerűen majd a mikrofonot ide fog jönni. Valami ilyesmire gondolok. Úgyhogy igen, remélem nem hajblatyoltam sokat, most már csak a mikrofonra várok, meg arra a kicsi bizbaszra, hogy fel tudjam szerelni erre, de addig szerintem kibírjuk a beépített hanggal, mert az sem olyan rossz, csak hát vannak egy csomó hátrány, most azt is nem fogom sorolni. Legnagyobb hátrány a szélzaj, persze egyáltalán nem volt olcsó mulatság, ezt is nektek köszönhetem, hogy ez az update létrejött, mostantól valószínűleg minden videó ezzel lesz felvéve. Nos igen, itt is lenne az új szépség. Tudom, hogy így egyből nem látszik olyan nagyon nagy különbség, nem tudom ennek a hangminősége milyen egyelőre, de szerintem nagyjából ugyanolyan, mint ennek a régi kis szépségnek, látjátok, ez ennyivel kisebb, úgyhogy yes. Úgyhogy jöjjenek a veszélyes gyerekkori játékok. Folytasd csak, figyelek ám, csak éppen nyugszom lefele. Az első úgymond játék az a füstbomba. Ez egy nagyon klasszikus kis csintevő eszköz, ha lehet így mondani. Szerintem nem csak az én gyerekkoromban volt érvényes, hanem más embereknek is a gyerekkorában, szóval idősebb embereknek. Az a lényeg, hogy kell hozzá cellofánpapír, pingponglabda, szívószál, kisebb olló, amivel elvágod a szívószálat, és hát valami, amivel meggyújtod az egészet majd. És gyerekek, tényleg brutális füstbombát lehet ezekből csinálni, csak el kell kapni a megfelelő pingponglabdát, ami hát nálam valami eléggé olcsó és régi modell volt, úgyhogy nem pont egy régi szarlabdát ajánlok, hanem valami újabb fajtát, de most csak ez volt kézben. A lényeg az, hogy a
szánpapírt pár szó megtűrjük, hogy vastagabb legyen, a pingponglabdával pedig vágok egy kicsi lyukat, körülbelül akkorát, hogy férjen bele rendesen a szívószál. A szívószálat persze, hogy körülbelül félbe vágjuk, vagy nem is tudom, igazából mindegy, amennyi neked tetszik. Azt szépen utána a labdával beleszúrod, és ezután a celofánpapírba ezt az egészet úgymond becsomagolod, és a szívószálat kint hagyod, hogy úgymond egy kicsi kéményen legyen, mert ugyebár a füst azon fog kijönni, hogyha minden jól megy. Hogyha ez mind megvan, akkor kész is van a füstbomba, és jó, most már csak meg kell gyújtani, és többi az csak ráadás. Egy kicsit kicicomáztam én az egészet, hogy nem tudom, így tetszett nekem. Hú, sikerült, gyerekek! A szemek gyújt. Basszus! Hát azt hiszem nem ez az életem legjobb füstbombája, mert hosszabb szokott lenni. Hogy a francba nem éget tovább? Milyen labda volt ez? Olcsó kínai labda, látjátok még a... Egy lájkot megérdemel, remélem. Ez durva! Bevallom őszintén, nem ez volt életem legnagyobb füstbombája, de gyerekek, utána háromszor megcsináltam még ugyanezt, és körülbelül ugyanennyi idő alatt elégett, úgyhogy nem tudom, szerintem túl régiek a labdák, amiket használok, vagy nem tudom igazából. Viszont kedves nézők, a következő játék... Az én korosztályom legalábbis a gyerekkorához szerintem kimaradhatatlan dolog volt az életéből, nem tudom mi, de nagyon-nagyon trendi volt. Aminek az a neve, hogy behonza. Ez a játék nem házilag készül, hanem mindenki szépen a boltban megvásárolhatta, és tényleg emlékszem, én kb. Mikor hatodikos voltam, úgy kb. 6-7, talán még a 8. osztály is érintett, de úgy már nem hiszem, szerintem 2 évet tartott ez a dolog. Egyszerűen minden gyerek ezzel játszott. Annyi a lényeg, hogy megkapod a pörgentyűt és vele egy kötelet, amit rátekelsz, és utána egyszerűen csak, amiután rátekelted, elhajtod és forog. És fú, milyen meglepés, egyszerűen csodálatos volt, ahogy fordult, komolyan. Igazából nem ezért szerették az emberek, hanem fú, bitang mennyiségű trükköt lehetett vele csinálni. Oh my god, inhuman reactions! És igen, a rutinból nem nagyon esik ki az ember, de azért tényleg szinte teljesen elfelejtettem behozázni, mert sokkal több trükköt tudtam és tényleg imádtam, de nem csak én. Nagyon-nagyon trendi dolog volt, ezt kb. Úgy tudom elképzelni, mint 2017-ben a fidget spinner. És hogy miért is volt veszélyes ez a játék? Hát egy rossz mozdulat és... Akár a szomszéd ablakát is betörhetted, mert elég kemény anyagból voltak. A következő cuccot nem tudom hányan ismeritek, de nekem a gyerekkorom egy kis részévé vált, ugyanis igazából nem tudom mi volt ennek a neve, én egyszerűen csak annyit fogok rá mondani, kavicslövő, mert kavicsokat lőttünk vele. Lényeg annyi, hogy ez is házilag kész le kell, majd neked egy palack, egy lufi, egy olló, amivel majd ketté vágod a palackot, és valami lőszer is. Palackról kupakot le kell venni, és amiután kedved szerint elvágtad ezt az egészet, utána a lufit úgymond rá kéne valahogy tegyed a palacknak a szájára, ez így helyes. Biztos. Ezután már szerintem nem fog több kérdést kapni, hogy miért lett kavicslő ennek a neve, mert egész egyszerűen belepakolod a kavicsot a lufiba, és akkor csat, 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 mi van? Headshot! Na de kedves nézzük, a következő játék, ami házilag kész le, az felettébb érdekes lesz. Ennek se tudom igazából mi volt a megnevezése, vagy hogy hívtuk ezt az egészet. Az a lényeg, hogy kellett vegyünk egy gyújtót, és ebből egy kisebb íjat előállítottunk, igazából tákoltunk, mert hát nem lehet ezt másképp mondani. Jó, hozzám majd egy csomó kicsi szar tartozik, természetesen egy gyújtó, gyufa, olyan kapocsszarizé, vagy nem tudom mi annak a neve. Kell hozzám még gumi és valamilyen drót is, na meg persze ragasztani, azt az egészet össze lehetne tákolni. Első lépésként meg kell próbálni felragasztani ezt a kapcsot a gyújtónak a hátsó oldalára nagyjából, és figyeljétek a vágóképet, hogy nehogy véletlenül helytelenül ragasszátok fel, szóval alul legyen a gyújtónak a pattintója, a kapocs pedig a másik irányba kell legyen, elég nehéz feltákolni, hogyha nem kaptok megfelelő ragasztót, konkrétan meg se ragad, úgyhogy jó. Miután ez megvan, kedvetek szerint a drótot megfelelő méretűre kéne vágni. Én ezt miatt még feltákolnám, háromba szeretem tűrni. Egyik az, hogy így tegyük fel, hogy stabilabb marad az egész, meg másik az, hogy kell majd neked valami, ahova felrögzíteted majd a gumikat. Elég nehéz ezt elmagyarázni, hogy kell összerakni, de hát kedvetek szerint fogjátok úgy is csinálni, mikor már rájöttök, hogy ebből milyen hülye fegyvert lehet kihozni. Úgyhogy nagyon sok idő eltelt, mert miután megragadt az egész, akkor kettőbe vágjuk majd a gumit is, és nagyjából kedvetek szerint amekkora méretűt akart. Az egyik felét majd megbukozzátok az egyik felébe a drótnak, és a másik felét a másik felébe. Én ma nagyon tudok magyarázni, komolyan mondom. Akkor valahogy be kell csíptetni a gumit, és utána rátenni a kis gyufaszál darabot, és akkor körülbelül ennyi. Szépen meg kell majd gyújtani a gyufaszálat, és elengedni a kapcsot, és akkor pucs! Azt a milyen hangeffekt volt ez. Szóval igen, egy ilyen kis miniatűr íj, ami lángoló gyufaszálakat lő ki. Hogyha jó megcsináljátok, bár tényleg nehéz összetákolni, bevallom. Na de hát a következő játék, ezt is idézőjelben mondom, ez aztán annyit kell tudni róla, hogy hát a tanárok
gyűlölete? Vagy hogy mondjam. Ugye bármikor orrán unatkozó és tiszta véletlenül van nálad egy szívószál, amit persze előre készítettél és levágtad a hajlékony darabját, vagy igazából nem is kell levágtad, csak olyan szívószál van, ami egybe van. Szóval nálad van ez a szívószál és a matek lecke is, és már meguntad az egészet a francba, úgyhogy úgy döntesz, hogy elkezdesz egy kicsit csipegetni a matek dolgozatodból, és hát azt a kis darabot egy kicsit megnyálazod, és utána a szívószálnak a végére teszed, és szerintem utána nem kell kimondjam, hogy mire is volt jó ez a kis csíntevő eszköz. És nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni súlyban, mert tényleg ne ezt csináljátok. Tanuljatok inkább tényleg valami normálisat, mint ezzel foglalkozzatok, de így is minden gyerek életében is, nem csak gyerek, minden ember életében kell valami hülyeség, amit elkövet az élet. Legyen szerintem az a legkevesebb, hogy valakit fejbelő egy papírdarabbal, egy szívószállal. Nem is költöm balik, hanem. Na jó van gyerekek, viszont szerintem ez a videó ennyi is lett volna, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és tudtam mutatni egy-két érdekes dolgot, ami az én gyerekkoromat érintette. Úgyhogy tényleg dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, és akkor találkozunk a következő videóban. Úgyhogy sziasztok!